Sport, tudományos kutatás, művészet, koncertek, családi élet. Bele lehet ennyi mindent zsúfolni egy életbe? Cser Krisztiánnak sikerült. Kettőt lapoztam, bocs. Akkor zeneileg ott kell venni. Cser Krisztián az Opera társulatának a tagja, a Szent István Bazilikában próbál. Azt mondja, nagyon szeret templomban fellépni. Nagyon jó akusztikája, nagyon jó atmoszférája van, és a szakrális műveknek külön nagy egy olyan helyszínt, ahol érződik a közönségen is, hogy már eleve úgy jönnek, tehát ünnepélyesen belül. Az első koncertjem is templomban voltak, még 18 évvel ezelőtt, és nagyon szép emlékeim vannak. Bach János passiójában debütált, azóta többször fellépett miségben, a Máti passióban szinte az összes szerepet elénekelte már. Egy-két ifjúkori kanyart kivéve, mindig is a fajsúlyos zenei művek hozták lázba. Volt egy együttesünk a gimnáziumban, ahol Illés, Omega és Beatles ilyen számokat játszottunk, ott gitároztam, meg én énekeltem be a Nem szól ránk a házmestert, szóval. A gimnázium után két irányban indult el a pályája. A Szegedi Tudomány Egyetemen fizikát hallgat, a zeneművészeti főiskolán pedig énekesnek tanul. Ebben az időben köt barátságot Megyesi Zoltán későbbi operaénekessel. Közös énekegyüttest is alapítanak. Ezt a próba előtti kocogás közben tudjuk meg. Miket ének? Nagyon szépen. Kőbaltától az űrhajóig minden. Ez tényleg így van, tehát aretói versenyen Gregorián kategóriában nyertünk. Az együttes végül feloszlik, de a barátság marad. Az egyetemi évek alatt lusta cimborák időközben alaposan megváltoztak. Akkor még a sport legalábbis nálam nem volt ennyire intenzív, úgyhogy hát aludni jobban szerettem sportolni. Két-három, sőt négy futás biztosan benne van a heti menetrendben, és futóverseny is szerepel a repertoárban. Ilyen idő az már nagyon veszélyes. Határesetes, igen az. Ahogy reggel indult itt az eső, nem az igazi. Én érzékenyebb vagyok így a megfázásokra. Az énekes fizikusként diplomázik, majd a biofizika felé fordul. Én cianobaktériumokat vizsgáltam. Ebben most nem megyünk bele. Cser Krisztián egy darabig nem akar választani a tudományos és a művész élet között. Párhuzamosan űzi a kettőt. Roppant elfoglalt, de ez nem elég. Ezért családot alapít. 2008-ban megszületnek az ikrek, Blanka és Alina. Ide alá rakod. Például a 20-ast fel tudjuk váltani. Legegyszerűbben, vagy 10-est fel tudjuk váltani, legegyszerűbben mire? Két után. Most éppen egy kis matekozás zajlik. Az énekes, zenész családból származik. Ezt a szálat ő is szeretné továbbadni. Nekünk az az elvünk, így a feleségem együtt, hogy a legfontosabb a gyereknevelésben a mozgás, zene, nyelv, mégis ebben a sorrendben. Matematika is, de az úgyis beúszik. A lányok zenei képzése már az óvodában megkezdődött. Két éve járnak szolfézsra, egy hónappal ezelőtt pedig a hangszerek is beléptek a képbe. Te nézed a kattert, nem? De akkor fogjuk van a vonalat. Alsó félvonó. Nem tudtam döntani, ezért úgy döntöttem, hogy egyelőre legyen a zongora. Elég ilyen lassan. A művész életében a fő hangsúly ma már az operán van. Énekelt Mozart, Verdi, Puccini, Rossini és Wagner operáiban. Hogy csak néhány nagy szerzőt említsünk. A művész életet, vidéki, külföldi fellépéseket nem könnyű összeegyeztetni a család élettel, de a lányok megértők és valahogy megoldják. A művész azonban nyughatatlan fajta. Azt mondja, hogy kacérkodik a triatlonnal és a gondolattal, hogy feléleszti tudományos énjét, és neki fut egy doktori disszertációnak, ami hatalmas munka.